Sziasztok, tehát folytatjuk a hibiket. Itt ugye azt mondtam az előző videóban, hogy a tavalyi teletetésem az nem sikerült túl jól. Hát ez azt jelenti, hogy vannak persze tavalyi növényeim, csak ugye pár tavalyi sajnos már nincsen meg. Elnézést, egy kicsit erős hanem, de itt pont a déli ablakban vagyunk. Ők itt szépen kapják a napsütést, van egy-két adenium is mellettük. Őket nagyon ritkán locsolom, mert szinte csak havonta egyszer, de ez csak úgy mellékesen. És akkor itt mutatom nektek, hogy mennyire szép. Folyamatosan bimbóznak. A hibiszkuszok igazából nekik nincsen pihenő időszakuk, tehát ők nyugodtan virágozhatnak akár egész éven is. Itt is lesz majd egy... Itt is lesz, folyamatosan jönnek a bimbók, ott is. És mivel itt egy cicaházon vagyunk, hát elnézést, ilyen egérfarkak még mindenek belógnak néha a képbe. És itt volt az, amit ígértem, hogy ő bizony sajnos szépen, illetve ismét csúnyán elkezdett kopaszodni, de aztán megállt, és itt látszanak, itt vannak az új levelkék, itt, ott is egy picit messzebb, és hogy folyamatosan jön a bimbó rajta, az is látszik. Ott lesz a végén, és itt van egy egész közel. Szóval, hogy én szerintem mitől jönnek helyre az én virágaim, vagy legalábbis mit tett nekik jót. Most egy páran fogjátok be a fületeket, vellacsolom őket, és aki arra kíváncsi, hogy ez micsoda, az kérem jöjjön el az oldalamra.